Annyesetvár. Egy mára elpusztult, Árpád-kori kisvárom Átrában, Gyöngyösolymos területén, Golyatető közelében. A 812 méteres tengerszint feletti magasságával a mai Magyarország területén fekvő várak közül ez a második legmagasabban fekvő erősség. A vár Gyöngyösolymostól 9,5 kilométerre Golyatető és a Kisgolya közötti gerincből kiálló csúcson ezen a 812 méteres magasságon fekszik. A csúcs a környező völgyek fölé 200 méterrel emelkedik. Golyatetőről jelzett úton körülbelül 20 perc alatt lehet megközelíteni. Gyöngyösolymosról sokkal kalandosabb. Történetét tekintve a Nyesetvár nem szerepel az oklevelekben, így szinte teljesen ismeretlen előttünk. Feltehetően a környéken birtokos Aba nemzetség solymosi ága építhette ezt a várat is, talán a 11. században. Viszont valószínűleg a 14. századra már el is pusztult. A vár területe alig nagyobb, mint 1/10 hektár. Az alakja egy babszemhez hasonló, melynek a keleti oldala a domború. Legnagyobb méretei 41x36 méteresek. Bejárata a délnyugati részen lehetett. Az elegyengetett belső területen, ha alaposan körülnézünk, ma is látható néhány habarcs nélkül rakott kő, ami arra utal, hogy itt egy 25 méteres hosszú, három részből álló talpas boronaház állhatott valamikor. A vár körül egy 9 méter széles árok fut körbe, ennek nyugati részén egy terasz helyezkedik el, amely a várba felvezető út alapja lehetett. Az árokból kitermelt köveket annak külső részén sáncszerűen felhalmozták, de a vár teljes területét napjainkban erdő borítja. Ez itt a Nyesetvár. Hát nem könnyű ide találni, viszont a Golyáról érkezünk, akkor egész rövid sétával meg lehet találni. Nem sok minden maradt ebből a várból sem, de hát ilyenek ezek az avarkori várok. Többen is kutatták ezt a várat, legkorábban Pesti Frigyes 1846-ban, állítása szerint még felismerhetőek voltak a vár romjai és sáncai. 1906-ban Gerece Péter, 1909-ben pedig Bartos Gyula említette meg a várat, 1919-ben pedig Pásztor József még alaprajzot is közölt róla. 1980-as években Dénes József és Kerlic István vizsgálták meg ezt a várat is, és mérték föl, és ekkor nagyobb mennyiségű Árpád-kori kerámiára is bukkantak. Legutoljára a Szadecki Kardos Gábor 2005-ben jelentetett meg róla írást. Ez a vár már csak a nevében vár. Talán lesznek még szebb korszakai is.